Ez egy nagyon rövid videó lesz, mert ahhoz, hogy Percy Jackson contentet gyártsak, nyilván Percy Jackson póló kell. De tél van is fázok így, úgyhogy gyorsan kell beszélnem. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban nagyon röviden szeretnék arról beszélni, hogy hogyan áll jelenleg a Percy Jackson sorozat, és mit tudunk eddig róla. A Disney Plus-os készülő Percy Jackson tévésorozatról. Ha valakinek, tehát nem a könyvekről fogok beszélni konkrétan, hanem a belőlük készülendő sorozatból. Mivel vannak híreink, jó híreink, egy pár nappal ezelőtt ténylegesen most már official ez az egész, tehát tényleg lesz Percy Jackson sorozat. Rick Riordan konkrétan, mikor? Január 25-én tette közzé, hogy megkapták a green light-ot, ezt nem tudom, hogy mondjuk magyarul, mindegy, megkapták a zöld jelzést, hogy tényleg megcsinálják a Percy Jackson sorozatot, aminek nagyon-nagyon örülünk, mert ez azt jelenti, hogy most már akkor tényleg el fognak kezdeni rajta úgy dolgozni is, meg tutira lesz, úgyhogy csak legyen jó. Ezelőtt igazából az évben voltak más hírek is, szóval amit még így érdemes lehet tudni, hogy amellett, hogy most végre megkapták a green light-ot a sorozatra, amellett most már tudjuk, hogy ki fogja a pilot epizódot leforgatni, azaz a legelső epizódot, vagy hát ki lesz a direktor. Rendező, igen. Néha ilyenkor nehezen vált át az agyam a magyar és az angol között, mégpedig James Bobin lesz a rendező, akinek én semmiért nem láttam még, úgyhogy így. Erről nem tudok nyilatkozni, megnéztem IMDb-n, de tényleg semmiért nem láttam, úgyhogy nem tudom, Rick Riordan azt mondta, hogy szereti, ismeri a Percy Jackson sorozatot könyvekben, úgyhogy ez egy jó pont, és még akármi is lehet, nem tudom, rendezőket sose szoktam én speciál nézegetni, így annyira nem vagyok képben általában rendezői munkásságokkal, és ami még ilyen korábbi információ, de akkor most belefoglalom ebbe a videóba is, hogy egyébként Percy, Annabeth és Grover szerepére ilyen előzetes casting hívásokat már kiadtak, tehát nyilván Amerikában, ha máshol, lehet már jelentkezni ezekre a szerepekre így előzetesen. Ehhez én egyébként nem értek, úgyhogy nem tudom, hogy az mit jelent, hogy előzetes jelentkezés, meg ilyenek, de a lényeg, hogy már keresnek gyermek színészeket a három főszerepre, ami szintén egy biztató hír volt így a tavalyi év során, mert ez akkor jött ki, és ezt akkor tudtuk meg, de hogy akkor még nem volt a green light megadva a sorozat részére, és még Rick Riordan évvégén írt egy ilyen hírt az oldalára, hogy valószínűleg most az év elején fogjuk megkapni a green light-ot, de még nem akarja magát elszólni se, és megkapták, úgyhogy nagyon örülünk, nagyon jó lesz, nagyon izgatott vagyok, és most már így igazából, hogyha lesznek hírek a Percy Jackson tévésorozat kapcsán, akkor én majd folyamatosan próbálok update-eket készíteni ehhez, meg ha kijön a sorozat, akkor azt is megpróbálom valahogy megoldani, hogy mondjuk ilyen részenkénti reakció videót csinálni róluk, mert kell, én érzem, hogy nekem az kell, hogy így az utókornak megmaradjon, hogy milyen pofákat vágtam, mikor megláttam. Vagy örömömben, vagy csalódottságomban, de remélem örömömben, mert az nagyon jó lenne. És ami még jobb, hogy ez nagyon jól van időzítve, ugyanis ez egy Disney Plus-os sorozat lesz. És Magyarországon jelenleg nincs elérhető Disney Plus szolgáltatás, ha csak nem VPN-ezik az ember, vagy valahogy máshogy megoldja, hogy ne magyarországi régiónak vegyék. De nyáron, azt hiszem nyáron jön a Disney Plus Magyarországra is, úgyhogy mire lesz Percy Jackson sorozat, lehet nézni Disney Plus-on itthonról mindenféle cselezés nélkül. Ez így lett kitalálva. Igen, úgyhogy egyelőre ennyit tudunk a Percy Jackson sorozatról, de én minden hírnek már itt tapsikolva örülök, és ennek, hogy tényleg green light megvan, készül, lesz, ez a legjobb hír, ami így volt. Egyébként ebben az a legjobb, hogy pont egy olyan napon jött ez a hír, amikor tök rossz napon volt, és tök kedvetlen voltam, és tök sok rossz dolog is történt így aznap, és így aztán megláttam, hogy Rick Riordan, Disney Plus, green light, és mondom, jó, mindent megbocsátottam az univerzumnak erre a napra, tehát. Izgatott vagyok, remélem ti is. És ezen kívül, ami még ilyen érdekes hír lehet még ebben a szekcióban, hogy megemlítsem, az, hogy jövőre, azaz 2023-ban várható a
egy olyan Rick Riordan könyv, ami Nico és Will főszereplésével, ők lesznek a két főszereplő ebben a kötetben. Nekem egyetlen bánatom ebben, hogy nem csak Rick Riordan írja, hanem lesz társszerzője, mégpedig Mark Oshiro, és tőle még nem olvastam semmit, de Rick Riordan azt mondja, hogy jó lesz, elhiszem Rick Riordannak, hogy jó lesz, úgyhogy igen. Szóval Rick Riordannek igen, elhiszem neki. Úgyhogy az nagyon város és instant megvásárlós kötet lesz az a rész. De igen, mert Nico és Will. A potenciál, úristen, remélem az is nagyon jó lesz, és hogy a Percy Jackson sorozatról is hamarosan lesz több hírünk és jó híreink. Sziasztok, Matilda vagyok egy kicsit a jövőből, szóval felvettem ezt az update-et a Percy Jackson sorozatról, erre pont most láttam, hogy Rick Riordan posztolt még infókat, amiket eddig nem tudtam, és akkor gondoltam, hogyha még nem kezdtem el ezt a videót megvágni, akkor ezt most gyors felveszem hozzá. Úgyhogy itt van néhány plusz információ Rick Riordannak a honlapjáról, amit még hozzáírt ahhoz képest, hogy ugye megkapta a Greenlightot a sorozat. Már van 4 résznyi script leadva, ez kellett ahhoz egyébként, hogy megkapják a zöld fényt, a zöld lámpát, nem tudom ezt, hogy mondják magyarul még mindig, illetve a casting az egyelőre folyik Percy, Annabeth és Grover karakterére, de ez erről igazából nem tud mit mondani, mert hogy próbálnak olyan színészeket keresni, akik jó színészek, és jó köztük a kémia is, mint mondjuk a Harry Potter Golden Trio, tehát hogy valamilyen szinten hasonlót próbálnak ezt keresni, tehát hogy tényleg vissza tudják adni a színészek is a Percy Jackson életérzést, illetve hogy azt is mondta, hogy ahogy készülnek el a szövegkönyvek, mi a neve? Forgatókönyvek a részekhez, viszont tudja állítani, hogy Percy Jackson hűek lesznek, és az első évad az a villámtolvajról fog szólni, és villámtolvaj hű, viszont adnak hozzá kis részleteket, háttérsztorikat, érdekességeket, easter egg-eket, ami nyilván nem probléma, és ennek tök örülni fogok szerintem én is, és azt írta még, hogy egyébként mindenki, aki dolgozik ezen a projekten, nagyon szereti a Percy Jackson-t, és ismeri, és jó lesz. Egyelőre azt mondja, hogy nagyon jól alakul. Azt írta még itt a készítéséről, hogy előző posztokban írta, hogy az a terv, hogy idén nyáron elkezdjék Vancouverben felvenni az első felvételeket. Ez ugye még folyamatban van, egyelőre még ugye színészeik sincsenek, és a többi szereplőre sincsenek még meg, viszont folyamatosan dolgoznak a vizuális effekteken, a részleteken, a dizájnon, mindenen, úgyhogy halad, és nagyon izgatott vagyok. Illetve, amit elfelejtettem az előzőben említeni, hogy én ezt tudtam, hogy a Crane Krónikákat is a Netflix fogja adaptálni animációként, és egy pici hírt így erről is adott Rick Riordan, mert ugye nyilván a Percy Jackson kicsit elnyomta a Crane Krónikákat, de a Crane Krónikákhoz most még folyik a forgatókönyv írása. És itt azt írta, hogy jó érzéseik vannak a projekttel kapcsolatban, javítgatják a scriptet a Vörös Piramishoz. De még az még messze van. Azt mondja, this will be a live action feature film for Netflix. Én nem tudtam, ez animált lesz, de ezek szerint live action lesz. Aha, azt mondja, hogy ha jól fog menni, és sok ember megnézi, akkor van remény, hogy a teljes trilógiát megcsinálja a Netflix. Ez live action lesz? Én teljesen úgy voltam vele, hogy... Oké, ez most még engem is meglepett, az előbb átszkippelt a szemem. Na mindegy, úgyhogy az még az developmentben van, de írják hozzá a forgatókönyvet, aminek át kell majd mennie, hogy elkezdjék csinálni. Ez live action lesz? Már nincs vele bajom, csak most meglepődtem. Úgyhogy végre, úristen, mennyi Percy Jackson content. Atyavilág. Ez egy jó időszak lesz. Igen, úgyhogy ennyi az update egyelőre. Jó, ennyi lett volna ez a kis update mára, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.